alulra sajtkrémet tettünk, aztán szalámit, ez itt hagyma, a foga, meg a bajsza is, meg a füle is abból van, és uborka lett a szeme, a szemgolyója pedig ilyen szalámi és hagyma. Ezek a megfelelő, kizárólag bio alapanyagok egy jó szendvicshez, tudtuk meg a diákoktól az ökonapon. Az esemény célja, hogy a gyerekeket megismertessék a környezetbarát és egyben energiatakarékos szemlélettel. Gutyár Zsuzsanna, az ökonap koordinátor elmondta, a szendvics készítés mellett részletesen beszéltek az alapanyagokról is, és arról, mi hogyan befolyásolja életünket. Arra szeretnénk őket rávezetni, hogy nem elsősorban a készételek, hanem az otthon természetes alapanyagokból készített termékek választandók vagy ajánlottak, és hogy ezekkel is mennyire jó móka egyáltalán foglalatoskodni, és hogy egyáltalán nem unalmas maga a szendvics készítés sem, ha ezt egy picit feldobjuk, tehát mondjuk malackát vagy zsiráfot csinálunk belőle. Egy másik teremben a diákok a szappan készítésről hallgathattak előadást, és annak kémiai összefüggéseit tanulmányozták. A pedagógusok bíznak benne, hogy a gyerekeken keresztül több háztartásban is alkalmazni fogják a tanultakat, és törekszenek a környezetbarát és energiatakarékos életvitelre.